akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön az elmúlt évtizedekből. Bemutatkozik a Famos részvénytársaság. Akiket az idő igazol, stúdiónkban pedig Kovács Judit, aki a Famos RT fejlesztéséért, a marketingért, a tervezésért felelős, illetve Dobai Tibor vezérigazgató. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Adás előtt beszéltük, hogy mikor is indult a vállalkozás? Nagyon-nagyon rég. Akkor nem vállalkozásnak nevezték, mert más rendszer volt. Gazdasági egység, egy szövetkezet volt, amiből lett jogi személyiség is. Jogi személyiséggel nem rendelkező gyár 90-ig és 90 után részvénytársasággá alakultunk január 1991-jel, de mint állami részvénytársaság működtünk. De a start az valamikor 40-es évek? 1948. De jó ég, hát az tényleg nem ma volt. 75 év lesz december 1-én. 75 év. Hát ez nagyon-nagyon... Amikor említett adás előtt, akkor én nem is tudtam egyébként, hogy ez ennyire régi. 1976-tól vagyok a cég alkalmazottja. 270 körüli alkalmazotti létszámmal dolgoznak, de volt, amikor sokkal többen dolgoztak a gyárnál, a Famosnál, vagy rosszul tudom? Jól tudja. Hát a gyár sok idején időn keresztül 700-800 emberrel dolgozott, egy kis telephelyen összeszorítva, és volt egy hatalmas fejlesztés a 80-as évek derekán, ahol bizony 2000-re megnőtt az alkalmazottak száma. Akkor azt lehet mondani, hogy a város egyik legnagyobb gyára volt? Sajnos, hogy még mindig jogi személyiség nélküli gyár voltunk 1990-ig. Nagyok között voltunk, mint létszám. Ennek ellenére. Hogy emlékszik vissza, megint csak a kezdetek, vagy ott maradva még a kezdeteknél, hogy annak idején miért indult ez a vállalkozás? Nevezzük vállalkozásnak. Udvarhelyen nagy szakmai hagyománya van a faiparnak, főleg a butoriparnak, és egy pár kisiparos állt össze, félig meddig kényszerből, mert az új rendszer nem kedvelte magánvállalkozásokat, és úgy alakult szövetkezetté. És az iparági változások nyilván a bármilyen gyárat érintenek. Kell új gépeket vásárolni, a technológia változik, az iparág is változik. Nyilván nekünk, vásárlóknak ez mind jó, mert minőségi terméket kapunk. De ha az iparági változásokról kell beszélni, akkor arról mit lehet elmondani? Hát mi 1990-ben azonnal, hogy függetlenek lettünk, és lehetőség volt technológiát vásárolni, addig nagyon el volt technológiánk volt. Szinte teljesen felújítottuk a technológia 60%-át. A fontos részét. Új gépeket vásároltak? Új, legjobb márkájú fa megmunkáló gépeket, és nem tévedtünk, mert egyes gépek még ma is mennek azokból. És szerintem ez volt az egyik oka, hogy nem szüntünk meg, mint annyi butorgyár, meg rengeteg állami cég. Tehát akkor már részvénytársaságként működtek. Igen, állami részvénytársaságként. Állami részvénytársaság. Igen. Most is ugyanígy, vagy most ez 99-től elindult a privatizálás, és 2001-ben be is fejeztük, és úgynevezett MEBO rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a vezetőség és az alkalmazottak közös társulata. Tehát ők a részvényesek? Ők a részvényesek. Hány részvényesek van? Hát pár száz, én most nem tudom, de polarizálódtak idővel a részvények, és a vezetőségnek többsége van ebbe a csomagban. Ha beszélünk arról, hogy hitvallás értékek, önök szerint melyek azok az értékek, amik megkülönböztethetik mondjuk a versenytársaktól, a piac többi szereplőitől? Hát talán divatos marketing kifejezéssel élve piacorientáltabbak vagyunk, mint a versenytársaink. Jobban odafigyelünk a divatra, a változásokra, fókuszáltunk a nyugat-európai piacra, de ugyanakkor az észak-európai, Svédország, Angliára is. Oda kell figyelni a vevő igényeire, oda kell figyelni arra, hogy mit lehet eladni, hogy mi a legújabb divat, melyek a legújabb anyagok, és azt be kell építeni az új termékekbe. Meg az, hogy
állandóan, mindig újjal kell jönni. Most is tömörfából, vagy többnyire tömörfából dolgoznak, vagy mindenféle anyagból dolgoznak, vagy hogy néz ez most ki? Mindenféle anyagból dolgozunk. Tehát olyan anyagból dolgozunk, ami természetesen a lehetőségekhez mérten, amit be tudunk szerezni, de amit kérnek. Amit a piac kér. A legtöbb tömörfa, igen. Én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, vagy a tudatomban az van, hogy a Famos RT-nél többnyire tömörfából készítenek bútorokat, meg nem csak bútorokat. Igen, ez az erősségünk. Ez az egyik erősségünk. A tölgy, a bükkfa. A tölgy, a bükk, ami itt terem Erdélyben. Itt terem Erdélyben. Igen. És itt említette fél szóban a külföldi piacot. Többnyire külföldre dolgoznak, hazai piacra dolgoznak. Hogy néz ez ki? Külföldre. 99%-ban. Azért, mert a tömörfa bútor drágább, és jobban meg tudják fizetni, nyilván drágább a tömörfa bútor, mint a préselt lemezve, nem tudom, hogy hívják. Hát ezért is, mert ez a cég brandje, ez az, amit jól el lehet adni, ez az, amivel forgalmat lehet biztosítani, meg a legnagyobb probléma, hogy a hazai piacnak nincs felvevő ereje. Nekünk is van fábuszos bútorunk otthon egyébként. Nagyon örül. És a tölgy fából kész. Örülünk neki. Ha kellett alkalmazkodni, és nyilván kellett, mert sok-sok év eltelt a kezdetektől, rengeteg változáson kellett átmenni, említettük itt a privatizálást, azelőtt pedig, amikor jogi formát öltött a Famos. Szóval sok minden kellett ahhoz, hogy most itt legyenek. Ha a változásokról kellene egy picit beszéljünk, volt olyan eset, ami nagyon-nagyon próbára tette a vezetőséget? Hát egyet mondok, a legelsőt, a 90-es évek derekán mi örököltünk tulajdonképpen egy vevő kört, és a vevő kör többségi rész vevője a Schieder, egy nagy német tröszt volt, aki kezdett ingadozni, és ott volt a rendelésünk 70%. Tehát nekik gyártottak? Nekik gyártottuk termékeink 70%-át. És baj volt az áruátvitelle, a fizetésekkel. Veszélybe került a kínlevőségek behajtása. Tehát sok-sok pénzt vártak. Igen, igen. És adott pillanatban egy részleges eladósodás lépett fel. Annyi készletünk és kínlevőségünk volt, hogy nem volt pénzügyi erőnk rendszeresen fizetni a beszállítókat, az állami kötelezettségeket, és egy 2,5 év kemény munkája megoldotta ezt a problémát. Voltak, akik ebbe bele buktak, és mi sikerült ebből szép lassan kievickéljünk. Hónapra lépésről lépésre csökkenteni a készleteket, csökkenteni a kínlevőségeket, megadni az adósságokat. Mikor ez a Schieder visszalépett, tulajdonképpen nem lépett vissza, átadta egy egészséges cégjének az üzletet, és behajtottuk a kínlevőségeinket, és csak normális készletekkel dolgoztunk. Én egy évtizedig a bank felé se jártam. Tehát akkor nem tudtam azt, hogy mi az adósság annyira. Akkor ez egy olyan eset volt, amit példásan jól megoldottak. Igen. Ha sikerről kell beszéljünk, akkor beszéljünk a sikerről. Hogy mit jelent a siker önöknek? Hogyan mérik a sikert? Mi a siker? Lássuk. Hát erről mind a ketten kell ehhez hozzászóljunk, mert két oldala van a szakmai siker. Én annak idején olvastam egy tanulmányt, ahol a tanulmány szerzője azt mondta a román bútoriparra, hogy a cél a pénz szerzés. Hát változó sikerrel, elég sok jó időszak volt, amikor nagyon jó profitabilitásra dolgoztunk, és a gazdasági felét nézem, akkor most jelen pillanatban egy hullámvölgyben vagyunk, amit 2020-tól kezdődött, és nem is tudom, hogy mikor lesz vége. De ez a hullámvölgynek a lenti részén vannak most? Vagy fent? Nyilván arra gondol, hogy lent vannak. Hát azt nem tudja senki. Nem tudja senki. Hát egyszerűen nagy, nagy piacvezető nyugat-német cégek nem tudnak erre választ adni. Annyira visszaesett a kérés a butorpiacra, hogy kénytelenek vagyunk az árakat csökkenteni, ellenkező esetben munkanélkül maradunk, és a 2020-tól egyre feljebb kúszó árakat a mai napig nem sikerült úgymondan orba verni. Például a mi partnereink, konkurenseinknek sikerült
jelentős árcsökkenéseket kapni a 2022-23-as év folyamán, mi nem dicsekedhetünk, hogy visszaestek volna, visszajöttek volna Romániába az árak. És jelen pillanatban az ülő és a kalapács között vagyunk. Ez könnyen meg lehet érteni, nem kell ez. Hallgassuk meg Judit véleményét is arról, hogy neki mit jelent a siker. Hát nekem tulajdonképpen minden egyes bútordarab, prototípus, új modell, amit elkészítünk, az egy siker. Tehát amikor kreációs folyamat részeként, amikor a fehér papírról megvalósul egy szép tárgy, és főleg, hogyha körbejárják az ott dolgozó kollégák, és tetszik nekik, akkor nekem az egy siker. De az igazi siker az, amikor sikerül el is adni. Igen, és tehát... amikor ugyanazt a modellt... Kasszírozni. Évekig gyárthatjuk. Mert annyira sikeres, annyira igen, szeretik az emberek igen. valamit, akkor sikerült tényleg elkapni azon. Igen, és sikerült kialakítsunk egy saját programot, amit senkinek nem adtuk kizárólagosan, és egy időben 6-7 országba szállítottuk, és a termelés nagy részét képezte, és olcsó bükkfa alapanyagból készítettük. Louis Philippe, ezt még Dorain ismerik ezt a nevet, és szinte egy évtizedik biztosította nekünk a biztos piacot és a jó profitabilitást. Van-e olyan kudarc, amiből jól ki lehet jönni? Vagy amiből tanultak az elmúlt évek, évtizedek alatt? Hát én kudarcnak ezt az előbbi esetet folytatnám. A kudarc tanúsága az, hogy 30-40%-nál nagyobb forgalmat egy kliensnek nem szabad. Tehát nem szabad ennyire... Nem szabad. Egy harmadot nem szabad meghaladni. Különben ez a kapitalizmus egyik alapszabálya, de mi örököltük azt a 70%-ot, mi nem tudtuk. És igyekezzünk ehhez alkalmazkodni. Ez annak, jó tanúság volt. Van-e titka annak, hogy ennyi éven, évtizeden keresztül fent tudtak maradni? És még mindig 270 embert foglalkoztatnak. Hát szerintem a kolléganőm az előbb elmondta. A vevőorientált... piacorientált, divatorientált, gyors reagálókészség, annak ellenére, hogy elég nagy gyár vagyunk, ha nem reagálunk gyorsan, akkor nem tudunk szállítani. Ha nem szállítunk, akkor nem működik a cég. Generációváltás. Aktuális a kérdés? Készül-e átadni valakinek a helyét? Vagy készülnek-e egy kicsit háttérbe szorulni? Igen, én már láttam, látszólag is, de szinte alig láthatóan már háttérbe szorultam, mert minden hónapban valamitől megszabadulok. Ellenőrzöm, de a munkát fokozatosan átadom a fiatalabbaknak idézőjelbe, akik fiatalok nálunk, azt jelenti, hogy 5.-6. évtizedben vannak ők is. Egész fiatal generációnak pedig akkor tudnánk mi teret biztosítani, egy olyan modernizálás lenne, ahol a robot és a CNC megmunkálás dominálna, nem a fizikai erő, ami most jelen pillanatban túlnyomó, és biztosíthatnánk egy olyan környezetet, amit a fiatalok elfogadnak, mert nem igazán attraktív, hogy mi most csinálunk. Ehhez viszont egy óriási nagy beruházásokra van a szükség. Tehát ilyen eurómilliókra gondolom, a mai pénzben. 10 milliókra. Egy akkor ennyi embernek, hogy a munkatermelékenységet megközelítsük a nyugat-európait, és attraktív munkahelyet biztosítsunk a fiataloknak, 10 milliókra volna szükség, vagy 20 milliókra. A termelés most is ugyan itt történik? Igen, a termelés az vándorolt. Mi régi gyárakba kezdtük, emeletes gyárakba. Az emeletes gyárakat mind feladtuk, eladtuk, és két nagy gyárunk van, egy szintes, mind a kettő 90 előtt nem létezett. Tehát nekünk 90 előtt mind emeletes gyáraink voltak, azokat mind eladtuk, és helyettük kialakítottunk két nagy termelő egységet, egy szint. Itt a, segítsenek egy kicsit a címben, a Vásártér utca, és igen. A Strand utca, mi a pont? Vásártér utca 6, és a Bölcseszkó. 57. És keresztúron a Timafalvi út 157. Hol dolgoznak a legtöbben? Udvarhelyen? A Bölcseszkón.
Pécsesko. Itt most már a központban az iroda helyiségek, ahol vannak, nagyon kevesen maradtunk. Tehát a termelés ott kint történik, igen. Szombatfalvi rész. Igen, igen, ipari zónában. Ha lehetne valamit tanácsolni a jövő generációjának, akkor mi lenne az? Gondolom, ennyi év alatt ez sok minden összegyűlt. Én fogok, de megvárom, lássam, mit fogok tanácsolni a kolléganő. Igen, próbálják meg szeretni, amit csinálnak. Próbálják meg megtalálni a szépet abba a mindennapi munkába, ami mégis időnként rutinnak tűnik, mert mindig van. Mindig van. Olyasmi, ami érdekes. Minden munkában van. Csak lehet, csak hogy kell, meg kell találni, ugye? Igen, kell egy olyan hozzáállás, hogy akkor nézzem meg, hogy miért is vagyok itt, és ezt hogy tudnám jobban csinálni, hogy tudnám úgy csinálni, hogy kellemesen teljen. Én pedig a gazdasági felét említeném meg, és azt javasolom, hogy jelen pillanatban vállalkozni feldolgozóiparban, mert én csak arról tudok beszélni, csak csúcs technológiával szabad. Olyan drágák lettek az anyagok, az energia, a munkaerő, hogy ennek megfelelő technológiát szabad használni, és amit kigondolnak termék, annak a funkciója, ami funkciók összessége a minőséget hozza, az 100%-osan feleljen meg annak, amire elgondolták, és amit a vevők elvárnak. Másképp dolgozni nem érdemes. Magyarán legyen tökéletes. Tökéletes. Minőségére nyújtja azokat a funkciókat, amelyért az a termék megteremtődött. Ez a minőség, ez a tökéletesség. Picit visszakanyarodva a kezdetekhez, illetve a 90-es évekig, az igaz, hogy a FAMOS RT-t jegyezték be Hargita megyében elsőként? Kaptam egy ilyen információt. Igen. 1/91. Tehát ez volt az első jogi forma Hargita megyében, a FAMOS RT? Ezt már nem tudom meg, de nekünk a számunk J1/91. Az valószínű azt jelenti. Tehát mindenképpen ott az első, ha nem is az első, de az első között voltak. Én nem tudom, 90-ben lehettek azért KFT-k, de a mi kategórián mi voltunk az első nagy cég, akik jelentkeztünk. Hogy a főkönyvelő úra, hogy meghallottuk, hogy mikor első nap reggelén oda mentünk, hogy jegyezni tudnak minket. Ha néhány dolgot, vagy egy-két dolgot kéne kiemelni így a múltból, és még csak a múltból merítkezünk, akkor mi lenne az, mi a legnagyobb tanulság? Én magam szempontjából nézem. Érdemes pontosan dolgozni, következetesen, kitartóan, mert az eredmény megjön. Hogy látják ezt a hölgyek? Igen, így van. Ugyanígy. Így van. Igen, következetesen, eredményorientáltan, mindig kell törekedni arra, hogy minden nap jobban, többet, minőségibbet tegyél le az asztalra, és nem nap végén úgy csendbe az utolsó 5 percben meg lehet kérdezni, ma mit is dolgoztam, és akkor ez hozza a holnapi tevékenységet. Ha még egy picit megint visszafele megyünk, akkor mi kellett ahhoz, hogy a nehéz, vagy a mostaninál sokkal nehezebb időkben is megállják a helyüket? Kitartás? Hit önmagukba? Anyagi háttér? Ezek mind szükségesek, de legeslegfontosabb szerintem az összefogás volt. Hogy holnap munkánk legyen, megértett az az ember, hogy az éjszaka és holnap után reggelre készen kell legyen az a minta, mert jönnek és megnézik, és hogyha jó, akkor indíthatunk belőle 100 darabot. És ez nem csak a prototípus gyártó, hanem az egész vonal összefogás kellett, hogy ez csak egy naív példa, amit mondtam. Összefogás nélkül nem megy. És az volt. Az volt. Ha sokat beszéltünk már a múltról, beszéltünk a jelenről, a jövőről még nem beszéltünk. Hogy látják a jövőt? Bár itt említette, hogy most azért így ebben a hullámvölgyben azért nehéz hosszabb távra tervezni, de mégis, ha kicsit előre néznek, akkor az hogy néz ki? De az úgy néz ki, hogy most, ha vagyunk 60%-kal, 40%-kal kevesebben, mint 2020-ba, akkor várható, hogy ez 40-50%-ra csökken. Hogy kik lesznek azok, akik maradnak, az egy nagy kérdés. A piaci szereplőkről beszél most? Piaci szereplők. Hát igen, piaci szereplők, ebben benne van üzletlánc, benne van nagybani forgalmazó, benne van beszállító, benne van feldolgozógyár, mindenféle. És kevesen tudják magukról megállapítani, és azt mondani, hogy 2-3 évvel fogok létezni.
Persze, jöhet a jövőben egy nem várt pozitív változás, amit sajnos, hogy a mi brancsunkban nem nagyon jósolnak előre. Tehát most a faipar most nehéz időket él? Borzalmasan nehéz időket, főleg mi, akik Németországnak dolgozunk. Németországban sokkal jelentősebb a visszaesés, mint a többi nyugat-európai országban. Ha csak Németország volna nekünk, akkor leülnénk. De a többi országokban nem éppen ekkora, és próbáljuk összehozni. És szerintem nagyon kevesen vannak, akik biztos azt tudják mondani, hogy 2-3 év múlva léteznek. Tehát azért nehéz egy hosszú távú jövőt felvázolni. Nehéz. Mi arra kell koncentráljunk, hogy beleessünk abban 40%-ba, ami 100 volt 2020-ban. Tehát magyarán fennmaradni. 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 Biztosan fognak megjelenni újak. Újak is. Ilyen profilváltásban gondolkodtak? Nem. Egy idővel gondolkodtam is. Azok, akik sikeresebbnek tűntek, mert máshol ipari terméket gyártottak, például udvarhelyen, le vannak ülve. Még jobban le vannak ülve, mint mi. Tehát akkor megmaradt ez csak a gondolat szintjén. Ez most már a tömör tölgy front, egyszerű modern vonalak, kitűnő gépmegmunkálás, divatos díszítő elemek, amik úgy nőnek, gomba számra nőnek ki, és minden vásáron csak kapkodjuk a fejünket. Fából, műanyagból, üvegből miket hoznak össze, hogy fémből miket hoznak össze, hogy minél látványosabb, performansabb legyen az a bútordarab. Magasfokú dizájn, amit sajnos mi az országban nem művelünk. Próbálkoztam dizájnerre, nem volt sikere. Kitérnék, nem tudom, hogy van-e időnk rá. Nem úgy megy, hogy jön egy csodálatos designer és feldob egy pazar butor családot, és azt akkor legyártjuk, akkor és mindenki ront, és mindenki abból akar vásárolni. Egy szép program, tehetséges designer, technológusok, marketingesek, fél éves, kemény munkájából születik meg, ahol egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször újra csinálják. Amik tökéletes lesz. Na, ebben mi még messze állunk ettől. Volt sikerünk a saját gyártmányfejlesztésünkkel is, főleg régebb, amikor nem volt ennyire kiélezett ez a... Minél modernebb, annál nehezebb a dizájnt. Egy landhouse, egy vidéki stílus, egy stílbútor, bárkit meg tud tervezni. De ezt a modern, legmodernebb dizájnnak a megvalósítása, életbe léptetése, ez a hosszú folyamat, amit az előbb elmondtam, kemény munka van mögötte, ami nem látszik, csak azt látjuk, hogy milyen szép és meg szeretnék mi is venni. Ha faipari cégekről beszélünk, a városban, vagy a megyében, vagy térségben még mindig a nagyok között vannak? Szerintem igen, én úgy hallottam, Csíkban van egy sokkal nagyobb, de aztán többről nem tudok, akik nagyobbak volnának. Na hát a jövőt azt egyelőre elég képlékeny megfogalmazni, hogy milyen lesz a jövő. Én úgy látom, hogy azért csak bizakodnak. Tehát bizakodnak, hogy a mély pont után egy kis emelkedés kezdődik. Én mindig bizakodó voltam akkor is, mikor körülöttem lévők azt mondták, hogy ez kész. Azért vannak még mindig itt 2023-ban. Most is ezt mondom, most is bizakodó vagyok. Nehézség elől nem kell megtagadni. Nem adjuk fel, kitartóak vagyunk. De ha a faanyagok ára mondjuk csökkenne, akkor az pozitív hatással lenne a tevékenységükre? Ennyi csökkenést vélünk felfedezni. Igen, van most egy pici. De rögtön megtudják a klienseink is. Az üzletláncok kérik vissza azt a keveset, amit adtak erre hatalmas áremelésekre. Ők is adtak a bútorra, de nem annyit, amennyivel drágult az élet, és az anyagok, és a bérek, stb. Hanem annál jó a keveset. Most hozzák nekünk a kimutatásokat, hogy mennyi csökkent a forgáslemez Nyugat-Európában, és a furnér, és az energia, stb. És kérik vissza egy részét annak, ami közel nem csökkent annyit, mint amennyit ők visszakérnének. Tehát itt nagyon szoros a küzdelem. Nem oldódik meg az anyagára visszaesik, annál többet akarnak. Nekük is nagyon nehéz, mert ha nem csökkennek árat, nagy
hatalmas üzletek, 100 000 nézetméteres üzletek, 30 000 nézetméteres üzletek vannak, üresen vannak, és nem megy vevő arrafele. Nekük is akciókat kell szervezni, és csökkenteni. Elég nagy gondban van mindenki. Na hát reméljük, hogy azért lesz egy, hogy is mondjam, a fény az alagút végén valahol csak kigyúl, és a faipar is újra felemelkedőben lesz, nem csak itt nálunk, hanem egész Európában. Nem csak a faipar, szerintem a, nem mondjam, hogy háború, világpolitikát. Igen, persze, csak hát most ugye itt a faiparról beszélünk. Olyan hamar zökkennénk, ha változások történnek. Ha megszűnne a konfliktus a szomszéd. Példa. Igen, na hát reménykedjünk ebben. Hát azt hiszem, hogy sikerült egy kis ízelítőt kapnunk múltból, jelenből, és a jelenlegi állás szerint nem túl fényes jövőből, de hát ha. Azért sok-sok sikeres évet kívánunk a Famosz részvénytársaságnak. Szerintem mindent elmondtuk. Köszönjük szépen. Hát akkor érintettünk itt sok mindent. Kovács Judit, a vállalkozás tervezésért, marketingért felelős vezetője, illetve Dobai Tibor, a Famosz részvénytársaság vezérigazgatója voltak a vendégeink. Köszönjük szépen. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.